Nagyszerűen debütált élete első felnőtt versenyén, Kuruc Levente az elmúlt héten Szegeden. A kanizsai kajakos 500 és 1000 méteres távon is felvette a versenyt rutinosabb ellenfeleivel. Végül csak olimpikonok tudták megelőzni. A fiatal sportoló célja, hogy már idén kivívja a részvételt egy felnőtt világversenyen. Háromszoros korosztályos Európa-bajnokként és többszörös ifjúsági világbajnoki érmesként indult a megmérettetésen Kuruc Levente. A Plasztexkon és a Kaja Keno Klub 19 éves tehetsége mindkét távon negyedikként zárt. Levent reménykedik abban, hogy már akár idén indulhat vagy a felnőtt világbajnokságon, vagy az U23-as és céljait akár csapathajóban is elérheti. A következő válogatóra tervezek párosban is indulni, ami majd válogat a világbajnokságra, ahhoz nyerni kell a válogatón. Az 504-es pedig majd sok gyakorlással fogják össze összerakni, és minden variációt, minden emberrel meg fognak nézni, és az alapján fogják összerakni a legjobbat. A Kanizsai Egyesület edzője versenyzőként kétszer is dobogóra állhatott világbajnokságon, és úgy véli, Levente jótól halad a hasonló eredmények elérése felé. Szádovszki Zsolt szerint bíztató, hogy valaki 19 évesen felveszi a versenyt az olimpiai bajnok Kopasz Bálinttal és az ötkarikás ezüstérmes Varga Ádámmal. A rutin megszerzésével, valamint a fejlődéssel a nagyobb sikerek is megszülethetnek. Ő már elég közel van most, de, de én azt mondom, hogy, hogy talán két év, ami tökéletes ebbe a ciklusban, mivel hogy a Párizsi Olimpia két év múlva lesz. Én azt mondom, hogy ez a két év ez, ez szükség, lesz, szükség lesz ez ahhoz, hogy ezt a, tehát a, egy ilyen fiatal sportolónak kijöjjön a maximuma. A, és ez nem a végleges, de de az, hogy fizikum, a fizikum teljesen elérje azt a, a, azt a százalékot, amikor már úgy tudnak teljesíteni. Az idei felnőtt világbajnokságot a kanadai Halifax-ben, az Európa-bajnokságot pedig Münchenben rendezik, még az EU 23 as világbajnokság Szegeden lesz.